sok volt a korombeli egyetemista, velük szerencsére könnyen megtaláltam a hangot, és tök izgalmas volt, hogy más egyetemről jöttünk. Picit tényleg olyan volt a vége felé, mint egy osztályközösség. Nagyon izgalmas volt az, hogy kicsit ezzel az erdélyi közegbe is beleláttam, az erdélyi színész létbe is beleláttam, számomra borzasztó izgalmas az erdélyi színház. És főleg azt a trió dinamikát szerettem, ahogy Ági, aki az Anát játssza, a rendező és én tudtunk így együtt hárman dolgozni, és hogyha egy ilyen kettes jelenetem volt Ágival, akkor ilyen nagyon jó dinamikába tudtunk így félszavakkal hárman kommunikálni, és ez szerintem nagyon izgalmas volt, és biztosan nagyon megkönnyítette a munkát is, hogy ennyire beleláttunk egymásba, és ennyire értettük a másikat. Az orrukat befogva, lélegzetet nem véve és vissza sem folytva. Egy nyikkanásnyi csönd is sok a torokba.